Üres üvegek, szemét, emberi ürülék az egykori szűv épülete mellett. Többek között ez az egyik hajléktalanok által gyakran látogatott terület Szekszárdon. Az utóbbi időben egyre több problémát okoznak az otthontalanok, mondja Gyurkovics János, alpolgármester. Az alapvető kiindulási pont is, amit mi szeretnénk önkormányzati szinten megvalósítani, mi minden hajléktalannak segíteni szeretnénk, mindenkinek rendezni biztonsággal a dolgait, munkát vállaljon és integrálódjon a társadalomba. A legnagyobb gondot azok a hajléktalanok okozzák, akik a városban töltik a mindennapjaikat, nem tartják be az alapvető viselkedési szabályokat, az utcákon alkoholt fogyasztanak, illetve agresszívan viselkednek. Ennek érdekében a közterületfelügyelők a hajléktalanok által sűrűn látogatott helyeket folyamatosan ellenőrzik, végső esetben pedig a rendőrség segítségét is kérhetik. Amikor durvább, drasztikus beavatkozás van, akkor a rendőrségre kell hagyatkoznunk. Mi módosítottuk a törvényt, és ezáltal megvan a lehetőség a folyamatos bírságolásra, és természetesen, hogy ha a büntetést nem tudják kifizetni, akkor az átváltozik elzárássá. Gyurkovics János azt mondja, az önkormányzat mindent megtesz a lakosság nyugalmának és biztonságának érdekében. Azonban arra kéri a helyieket, abban az esetben, ha problémát észlelnek, azt azonnal jelezzék, illetve tárcsázzák a 112-t.